A következő videókban folytonos idejű rendszerek komplex frekvencia tartománybeli analízisével foglalkozunk, amit nagyon sokszor Laplace transzformációs tartománynak is neveznek. Az előző videókban azt láthattuk, és ide felírtam, hogy szinuszos jelekkel hogy kell bánni, bevezettük a komplex leírási módszert. Ezt általánosítottuk arra, hogy tetszőleges periodikus jelre ezt a fajta leírást alkalmazhassuk. Ugye a Fourier és soros közelítés azt mondja ki, hogy minden periodikus jel szinuszos és koszinuszos jelek összegeként közelíthető, és tulajdonképpen periodikus jeleket visszavezettük a szinuszos jelekkel való leírásra. Ez egy nagyon hasznos alkalmazási terület. A Fourier soros közelítést aztán tovább általánosítottuk a Fourier transzformáció néven. A Fourier transzformációnál azt láttuk, hogy nem feltétlenül periodikus jeleknek is előállítható a Fourier sora, ott megfelelő levezetésekkel jutottunk el a Fourier transzformációhoz, most ezt nem ismétlem meg. És a Fourier transzformációnak a spektrális leírásnak nagyon sok gyakorlati alkalmazási területe volt, tehát ennek van fizikai jelentősége, fizikai haszna. Ilyenek voltak, mint például a moduláció bevezetése, a szűrők tervezése és egyéb, különös tekintettel a híradás technikában, képfeldolgozásban és egyéb jelfeldolgozási algoritmusokban való alkalmazása. Tehát ennek a Fourier transzformációs résznek nagyon sok gyakorlat számára is fontos területe volt. Volt egy nagyon nagy hátránya a Fourier transzformációnak, és ezt mindjárt fel fogjuk idézni, nevezetesen, hogy a jelnek a Fourier transzformációt definiáló összefüggés alapján csak azon jeleknek lehet a Fourier transzformációt előállítani, amelyek abszolút integrálhatóak. Most a Laplace transzformációval ezt az egyik hátrányt szeretnénk úgymond kiküszöbölni, és a gyakorlat számára fontos jelekkel foglalkozni. Ezt azért mondtam el, mert a Laplace transzformációt nagyon sokféleképp be lehet vezetni. Én azonban arra gondoltam, hogy a formális matematikai bevezetés helyett felfűzném erre a részre, mert talán azt már megszokhattuk, hogy szinuszos jelből átjutunk a periódikus jelekre. A periódikus jeleket általánosítva eljutunk az általánosabb jelekre, és ezeknek bizonyos hátrányos tulajdonságait szeretnénk a Laplace transzformációval úgymond kiküszöbölni. Tehát a Laplace transzformációról lesz szó a következőkben, és két fontos dolgot emeltem itt ki. Az egyik az, hogy a válasz időfüggvényének zárt alakú kifejezésére ad egy módszert. Ugye, ha visszaemlékezünk, akkor időtartománybeli analízisnél a konvolúciós integrált kell levezetni, abban az esetben, hogyha ismert a rendszer impulzus válasza és a gerjesztése. Most itt arra szorítkozunk, ide fel is írtam és alá van húzva, hogy az idő az csak pozitív lehet, tehát nullától végtelen intervallumban számoljuk a rendszer kimenetét. Ezeket úgy hívjuk, hogy bekapcsolási jelenségek. Ide is írom külön bekapcsolási jelenség. Nagyon sokszor, ugye t egyenlő nulla időpillanatban egy rendszerre rákapcsolunk egy jelet. Ez rengetegszer előfordul, és ezért kell külön ezzel a területtel foglalkozni, és egy olyan módszert adunk itt rá, ami biztosítani fogja azt, hogy nem szükséges a konvolúciós integrál levezetése, hanem jóval egyszerűbb, itt a második pont, jóval egyszerűbb formális szabályai vannak ennek a Laplace transzformációnak, és tulajdonképpen egy matematikai módszert ad a kezünkbe arra, hogy hogy tudjunk egyszerűen számításokat végezni egy rendszeren. Ez valóban egyszerű technika, látni fogjuk, viszont fizikai tartalma nincs. De ez ne zavarjon minket, fizikai tartalma Fourier transzformációnak van, a spektrumnak van fizikai tartalma. A Laplace transzformációt fogadjuk el úgy, hogy ez egy matematikai segédeszköz annak érdekében, hogy a válaszjelet minél egyszerűbben ki tudjuk számolni. Találtam néhány könyvet, amelyek középiskolai tananyagként kezelik, tárgyalják gyakorlatilag a Laplace transzformációt, ami például technikumban azért nagyon hasznos, azért nagyon jó, mert lehetőség van arra, hogy viszonylag bonyolult rendszereket, amelyeket egyébként differenciál egyenletek írnak le, vagy konvolúciós integrált kellene számolni, ahelyett a Laplace transzformációnak a nagyon egyszerű formális szabályait használva ezeket nagyon egyszerűen ki lehet számolni, nagyon mély matematikai ismeretek nélkül.
Tehát ez egy hasznos segédeszköz lesz, és úgy fogom tárgyalni, hogy a nagyon mély matematikai részletekbe nem fogunk belemenni, csak a legfontosabb levezetéseket adom itt át, és akit jobban érdekel ez a terület, annak bizony a Laplace transzformáció területében jobban el kell mélyedni, mint a matematika egyes ágaiban. Ezzel abszolút nem fogunk itt foglalkozni. Csak a mérnöki alkalmazás oldaláról. Tehát, ahogy említettem, a Fourier transzformációból kiindulva szeretném ezt itt bevezetni, és ezt itt megismétlem. Ugye egy UT-jelnek a Fourier transzformátja az UJ omega spektrum, vagy Fourier transzformát, azt én F betűvel szokás jelölni. Az F betűben kapcsolós zárójelben szerepel az UT-jel, és ez az operáció, ez a művelet azt jelenti, hogy az UT-jelet szorozzuk be E-ad minusz J omega T-vel, és ezt a szorzatot integráljuk minusz végtelentől végtelenig. Ezt jelenti ez az F betű. Ez lesz a spektrum. Ennek egy nagyon fontos feltétele volt, hogy az UT-jel abszolút értékének az integrálja mínusz végtelentől végtelenig véges legyen, tehát abszolút integrálhatóságot kellett itt biztosítani. De ha visszaemlékezünk, nagyon sok jelnek nem volt meg ez a tulajdonsága, ilyen például az 1T-jel, ami a gyakorlat számára nagyon fontos jel, de mégsem abszolút integrálható, és a Fourier transzformátját, vagyis a spektrumát ezen az úton nem is tudtuk levezetni, hanem bizonyos apró trükköket kellett alkalmazni annak érdekében, hogy ennek a gyakorlat számára fontos jelnek a spektrumát meg tudjuk határozni. Az abszolút integrálhatóságot úgy fogjuk biztosítani, hogy ezeket a jeleket be fogjuk szorozni egy E-ad minusz szigma t, így szokás jelölni, szigma, E-ad minusz szigma t jellel, ahol a szigma az egy pozitív szám, és gyakorlatilag azt teszi ebben az esetben, hogy ezt a jelet egy kissé lenyomja. Hogyha lenyomjuk akármilyen szigma értékre, akkor az abszolút integrálhatóság már is biztosított lesz. Ez lesz a Laplace transzformációnak az alapötlete, vagyis ne az UT jelet Fourier transzformáljuk, hanem azt a jelet, hogy 1T szorozva UT, ezáltal biztosítjuk a belépőjel tulajdonságot, tehát a Laplace transzformáció csak a pozitív időkre integrál. Az UT jelet beszorozzuk E-ad minusz szigma T-vel, és ezt még szorozzuk E-ad minusz J omega T-vel. Tehát ha megnézzük, az UT jelet gyakorlatilag így módosítjuk. Az UT helyett azt írtam, hogy 1T szer UT szorozva E-ad minusz szigma T, és ezt integráljuk minusz végtelentől végtelenig idő szerint. Így vezetjük át a Fourier transzformációból a Laplace transzformációt. Az 1T-jel itt csupán annyit fog jelenteni, hogy az integrálást nullától végtelenig kell végezni. UT szorozva E-ad minusz sigma T, E-ad minusz J omega T dt. Itt azt is láthatjuk, hogy az UT-jel a negatív időpillanatokra akármilyen lehet. Tehát azoknak a jeleknek, hogy párat felrajzolok, konstans egy végig, vagy szignum függvény, amelyet ugye mínusz egy itt plusz egy, vagy az egységugrás jel, és még lehetne sorolni, de az a lényeg, hogy a negatív időpillanatokban akármilyen lehet a jel, azoknak majd a Laplace transzformáció ugyanaz lesz, mert a Laplace transzformáció az csak a jelnek csak ezt a részét veszi figyelembe. Tehát csak a pozitív időpillanatokat, a negatívot egyszerűen elhagyja. De nagyon sokszor, ahogy mondtam, nagyon sokszor a bekapcsolási folyamat, amikor egy folyamat a T egyenlő nulla időpillanatban elkezdődik, az kiemelt jelentőségű, mert nagyon sokszor ilyen fordul elő a gyakorlatban. A következő definíciót tesszük, és ezt pirossal írom, hogy ki is lehessen emelni, az, hogy sigma plusz J omega, azt S-sel fogjuk jelölni, nagyon sok irodalomban ezt P betűvel jelölik, de újabban inkább az S betű terjedt el. Az S tehát sigma plusz J omega, és ezt láthatjuk itt, hogy ez az E-ad minusz sigma plusz J omega T, vagyis E-ad minusz S T. És így jutunk el a Laplace transzformációhoz. A Laplace transzformációnak tehát S a változója, a
Fourier transzformációnak a változója az a J omega. Az S az sigma plusz J omega, és a sigma az nagyon sok gyakorlati alkalmazásban számunkra érdektelen. Látni fogjuk, nem kell vele külön foglalkozni, és az S-sel fogjuk ezt jelölni. Tehát annak a jelnek, hogy UT a Laplace transzformátját a következő kép definiáljuk. Ez lesz a nagy US, ugye kisbetűvel jelöljük az időfüggvényeket, a transzformátokat mindig nagybetűvel jelöljük, és a Laplace transzformációnak a változója az S. Ezt a Laplace transzformációt pedig egy írott L betűvel szokás jelölni, csak úgy, ahogy a Fourier transzformációnál az F betűt használtuk. És ez az LUT operáció, ez azt jelenti, hogy integráljuk nullától végtelenig azt, hogy UT ead minusz st dt. Ez a Laplace transzformáció definíciója. Tehát nemes egyszerűséggel ezt is felírhattam volna az elején, hogy ez a Laplace transzformáció. Nagyon sok irodalom így kezdi, hogy a Laplace transzformációnak ez a definíciója, pont. Én szerettem volna azonban egy kis átmenetet a Fourier transzformációból, mert a Fourier transzformációt már ismerjük, megszoktuk, megtanultuk, és gyakorlatilag ennek néhány tulajdonságát, amiket ide felírtam, kihasználva eljutunk a Laplace transzformációhoz. Ez egy segédeszköz lesz számunkra, néhány példát fogunk nézni, hogy ezt az integrált hogy kell kiértékelni, tehát erről az UT-jelről hogy jutunk át az US-re, és látni fogjuk, hogy valóban, ahogy itt említettem, nagyon egyszerű formális szabályai vannak, tehát viszonylag bonyolult jeleket is fel tudunk írni Laplace transzformációs tartományban, anélkül, hogy ezt az integrált elvégeznénk. Tehát néhány egyszerű alapszabályt meg kell tanulni, és viszonylag bonyolult jeleknek a transzformátját elő tudjuk állítani, anélkül, hogy ezt az integrált megcsinálnánk. Nagyon sokszor jelölik úgy, hogy nem nullától végtelenik, hanem mínusz nullától végtelenik tart ez az integrál. Ez azt jelenti, hogy ha az UT jelben Dirac delta szerepelne, azt is figyelembe kell venni a transzformáció során. Tehát összefoglalva, az UT jelnek az Laplace transzformátja egy US transzformát a komplex frekvencia tartományban, ahol ez az L operáció azt jelenti, hogy az UT jelet szorozzuk be E ad minusz ST-vel, ezt a szorzatot integráljuk minusz nullától végtelenig idő szerint, és megkapjuk a jel Laplace transzformátját. A következő videóban néhány tipikus jelnek a Laplace transzformátját így előállítjuk, és további példákat pedig a Laplace transzformáció legfontosabb tételei után fogunk közölni, és abban fogjuk látni, hogy valóban nincs szükség ennek az integrálnak a kiértékelésére nagyon sok esetben. Azt is láttuk, és ezt szeretném itt elmondani, hogy Fourier transzformációból jutunk el a Laplace transzformációhoz, és a kettő nagyon hasonló egymáshoz. Itt UT ead minusz J omega T van, itt UT ead minusz ST, tehát rögtön azt gondolhatnánk, hogy ez a kettő transzformáció összefügg, és hát szándékosan vezettem át, nem le, hanem vezettem át egyikből a másikat, és egy külön videót fogok szentelni annak, hogy ez a kettő mikor van és milyen kapcsolatban. Jó, tehát ezzel külön foglalkozunk, hogy a Fourier transzformáció és a Laplace transzformáció között milyen kapocsa van. Vezessük le az inverse transzformációt is. Tehát ugye, hogyha valamilyen transzformáció van, ami azt jelenti, hogy az UT jelből Laplace transzformációval eljutunk az US transzformáthoz, akkor ennek van fordítottja is, hát ettől transzformáció. Tehát létezik az inverse Laplace transzformáció, amikor is a transzformátból megkapjuk az időfüggvényt. Ezzel foglalkozunk most, és itt is az inverse Fourier transzformációból indulunk el, ami azt mondta ki, hogy az UT jelet az UJ omega spektrumból az inverse Fourier transzformáción keresztül ezzel az integrállal lehet kiszámolni. Tehát UJ omegát beszorozzuk E ad J omega T-vel, integráljuk ezt mínusz végtelentől végtelenig omega szerint, és az eredményt két pi-vel osztani kell. Hát azt is láttuk az előzőekben, hogy ezt az integrált így módon nem számoltuk ki egyetlen alkalommal sem. Ennek általános kiszámítása, úgy értem, hogy papíron kézzel, kellően nehéz feladat. Erre léteznek úgynevezett FFT algoritmusok. Ez a gyors Fourier transzformáció, tehát a Fast Fourier Transform, amelyek elvégzik ennek a spektrumnak a
visszatranszformálását. Ugye az inverse Fourier transformáció lenne ennek a párja. Tehát erre vannak gépi algoritmusok, ezzel alapvetően a jelfeldolgozás foglalkozik, itt ezt csak megemlítem. Ahogy az előbb tettük, a Fourier transformációból eljutva a Laplace transformációhoz, most is ezt az utat fogjuk járni, tehát az inverse Fourier transformációból fogom az inverse Laplace transformációt bevezetni. Ez nem levezetés, hanem inkább a bevezetésnek szeretném mondani. Tehát az előzőekben azt láttuk, hogy ez az UT-jel, amivel foglalkozunk, belépő. Tehát egy olyan jelet szeretnénk várni a kimeneten, hogy 1T szorozva UT, ráadásul ezt le is nyomtuk E-σ-t-vel. Ugye ennek a jelnek a Laplace transformátját állítottuk elő úgy, hogy ezt Fourier transformáltuk. Ez tehát egyenlő azzal, hogy 1 per 2π, most ezzel a Fourier transformáltal foglalkozunk, integrál mínusz végtelentől végtelenig, u, most itt a j omega helyett azt írom, hogy sigma plusz j omega, e ad j omega t d omega. Tehát, hogyha ezt az u sigma plusz j omega jelet inverse Fourier transformáljuk, akkor egy belépő jelet várunk, ezért van itt az 1t-szer az ut, ráadásul itt egy e ad minusz sigma t-nek is szerepelni kell. Hát, hogyha visszalapozok egy pillanatra, pontosan ezt írtam ide fel. Ugye ezt a jelet Fourier transformáltuk, és ebből jutottunk el a Laplace transformációhoz, és ennek ez a fordítottja, hogy ezt az u sigma plusz j omega spektrumot szeretnénk visszatranszformálni, és egy belépő e ad minusz sigma t-vel lenyomott jelet szeretnénk kapni. Szorozzunk át e ad sigma t-vel, tehát ezzel a jelen azt fogjuk kapni, hogy 1t szorozva ut, az 1 per 2pi, ugye az e ad sigma t az időfüggvény, itt d omega szerint integrálunk, tehát nyugodtan be lehet vinni az integrál mögé, u sigma plusz j omega, ide írom, hogy e ad sigma t, e ad j omega t, d omega, és ez a két tag itt pontosan az e ad sigma plusz j omega t, amit már megtanultunk, hogy e ad st, mert a sigma plusz j omega az az s változó. Ez a Laplace transformáció változója. Itt a sigma plusz j omegát szintén átírom s-re, és azt kapom, hogy 1t szorozva ut-vel az 1 per 2pi integrál mínusz végtelentől végtelenig us e ad st, és itt d omegát kéne írjak, de nem azt szeretnék írni, mert nem omega szerint kell itt már integráljunk, hanem s szerint, mert s a változó. Ugye azt is látjuk, hogy az s az sigma plusz j omega. Hogyha ezt deriváljuk, akkor a sigma az konstans, akkor azt fogjuk kapni, hogy a ds az egyenlő j d omega, hiszen a sigma konstans. Tehát a d omega, mint változó, ds per j lesz. Ezért azt írom ide, hogy ez ds per j a d omega helyett. Tulajdonképpen kicseréljük a változókat. És meg az is lényeges itt, hogy az integrálás alsó-felső határa most itt omega volt, itt már s kéne legyen, de az s az sigma plusz j omega, tehát hogyha az omega változó mínusz végtelentől végtelenig szaladt, akkor az s változó az sigma mínusz j omegától sigma plusz j omegáig fog futni. Ugye? Omega helyére mínusz végtelentől végtelent írunk, az s az sigma mínusz j végtelentől sigma plusz j végtelenig fog futni. De tulajdonképpen innen ide úgy jutottunk át, hogy az omegát azt lecseréltük s-re a szabályok alapján, amit ide írtam fel. Tulajdonképpen meg is vagyunk, mert egy olyan jelet kapunk, amit úgy írhatok fel, hogy 1t-szer ut, de nagyon lényeges, hogy itt egy belépő jelet kapunk eredményül, a j-t kiviszem az integrál elé, 1 per 2pi j, integrál sigma minusz j végtelentől, sigma plusz j végtelenig, us, e ad st,
ds. Ez az inverse Laplace transformáció, ide is írom, hogy inverse us. Ez egy nagyon csúnya integrál, amit úgy is hívnak, hogy Fourier-Mellin integrál, ide írom, Fourier-Mellin integrál, vagy inverziós integrál. Ugye ezt a szlájdot, vagy ezt a diát úgy kezdtem, hogy ezt az integrált az előzőekben egyszer sem számoltuk ki. A jó hírem az, hogy ezt sem fogjuk ebben a formában kiszámolni, mert ennek az integrálnak a kiszámítására, és ez a Laplace transformációnak a nagy előnye, nagyon egyszerű szabályok léteznek, és ezekkel a szabályokkal fogunk foglalkozni egy külön videó keretében. De az inverse transformációt így kell, így célszerű bevezetni, így kapcsolata van a Fourier transformációval, ahogy azt említettem már, ezzel egy külön videóban szeretnék foglalkozni. De az a lényeg, hogyha ezt az integrálást elvégezzük, megfelelő matematikai ismeretek birtokában, amit itt nem tételezek fel, emiatt nem is szeretnék vele foglalkozni, egy olyan jelet kapunk, ami belépőjel. Tehát oda-vissza biztosított, hogy belépőjelnek a Laplace transformátját, inverse transformáljuk, szintén belépő jelet fogunk kapni, és mondjuk ezt ilyen módon így egyszerűen be lehet látni. Tehát erre a integrálra egyszerű szabályokkal a gyakorlat számára jól alkalmazható jelek inverse transformációját el tudjuk végezni. És ez a nagy előnye ennek, erre a matematikára a gyakorlat számára nem nagyon van szükség.